Talán még sokan emlékeznek a régi nyilvános illemhelyre a Szent Háromság tér alatt, amelyet 2006-ban a tér felújításakor temettek be végleg. Azóta Baján csak a Petőfi-szigeten működött nyilvános mosdó. Most azonban ez a probléma megoldódik, hiszen a napokban befejeződött az új, nyilvános illemhely kialakítása a közösségi házban. A helyi buszállomás épülete mellett, közel a játszótérhez minden igényt kielégítő illemhelyiség nyílt. A férfi és a női mellett külön akadálymentesített mosdót alakítottak ki a mozgáskorlátozottak számára. Csubákné Besesek Andrea alpolgármester ötlete alapján pedig egy másik helyiség is megnyitotta kapuit, amelynek átadása az anyateljes táplálás világhetében éppen aktuális. A kisgyermekes anyukák, illetve kisgyermekes szülők vagy nagyszülők számára a nyilvános mosdó mellett van egy helység, amit ingyen igénybe vehetnek, ahol tisztába tehetik a gyermekeket, kisbabákat, illetve egy helység, ahol az édesanyja megszoptathatja a picin gyermekét. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy hiánypótlás, ezt természetesen ingyen igénybe lehet venni. Ebben a szobában játékok is találhatóak, a mellette lévő helyiségben pedig pelenkázó, valamint egy mosdó és egy tusoló áll az anyukák rendelkezésére. A mosdók hétköznap reggel 6-tól este 10 óráig, hétvégén pedig reggel 8-tól este 8 óráig üzemelnek.